a nem létező kurva anyját, a meg nem született gyermekeknek? Hogy képzelte az a bárcával sosem rendelkező prostitúcióra nem fogékony fiktív illatos szűz, hogy nem hoz a világra még egy magyar? Emberből? Abban már rengeteg van, de magyarból? Egyre kevesebb. Ha választani lehetne, hogy a nők szüljenek, vagy tojásból keljen ki az utód felőled, a következő generáció már csipogna? Szerinted is a tyúk volt előbb, de valahogy mégsem akarod az urat tojásait melengetni? A magyar világra hozása nem szimpla szülés. Olyan nemes élőlényt kell a világra hajódni, aki önmaga is képes lesz új magyarok világra hozására. A világra hozott magyar egy napfélre ültetett, nedvesen tartott papcsíra, egy szürke marha trágyán érlelt gyönyörű dinnye. Nem görög, magyar. A világra nem hozott magyar, mint szekrénybe zárt, magas kakaótartalmú nemes csokoládé, mint ágynemű tartóban tárolt magyarókrém. Hát semmi értelme. Mi, második messiások, harmadik Bruce Willisek és negyedik Bélák, nem szülve, szánva vagyunk a világra. Ha nem szaporodunk az áruló magyar emigránsok által keltett vákumba, külföldi emigránsok szippantódnak be, keverednek kurválkodó hazaárulókkal, és bocsájtanak ki magukból rengeteg félbarna, vagy búza, göndör, vagy szakállas, gyorsan futó, vagy nagyon éneklő, esetleg lenyűgöző módon táncoló porongyot. Nem szereted az abroszt, de kedveled az abortuszt? Az abroszon? Tudod, hogy itt élned, halnod kell, de te inkább csak élni szeretnél, pedig még majdba is belehalna? A hatodik sör után azt gondolod, hogy a házasság jó dolog, de inkább szüljenek a papok? Magyar nyelven neveled gyermekedet, de közben ablak zsiráfból olvasol föl neki? Zsiráfból? Zsiráf? Te afrikai kanibál állatokat propagálsz, miközben van nekünk a zsébetűre becsületes magyar állatunk? Ablak zsírdisztó! Magyar anya ebből idéz gyermekének. Ha nem szaporítod magad, ki fogja neked könnyes szemekkel mondani, hogy anyu, apu, olyan hálás vagyok, hogy az Orbán család alatt valójának születhettem. Tényleg annyira szuper, hogy nem használtatok ószert. Emlékezz a dinókra. Ügyesen vetettek az emlősökre mondván, ezek kis mitugrász, melegvérű, rotyi szurikáták. Ugyan, hát még egy agresszívabb béka is simán elbánna velük. És tessék, mi lett? Mindenhol emlősök, sehol egy T-rex, nem hogy Matthias? Küzdesz a tengeri só jódjaiért, de a Balatont meg se fekkeled? Aranyászokot innál, de már csak T-shirt kapsz? Ne őszülj, szűj! De csak is magyar. Emberből már éppen van elég.